Ja, ez most. És következő lépés. Te! Ez nem igaz. Nézd meg, már itt van. Már ide jött. Na. Érdekes egy videó lesz, ugye? Behagyom. Szóval megvan sütve a máj. Nem baj, Kitty. Remélem. Semmi baj ezzel. Ráteszem ugye a darált, ugye a füstölt sonkát, vagy füstölt húst, bármit, ami füstölt. Lehet akár ilyen tarja, mit tudom, amiben van egy kis füstölést, tudod. Ráteszem és szintén össze dinszteled, szép nyugodtan. Kevés étolaj. Igen, és most jön az a rész, hogy ezt külön veszem. Ennyit kap csak a kutya, nem szabad neki, van egy speciális kajája, övét nem sózzuk, enyémre csak egy ennyit. Na nézzük. De finom. Ugye. Több nincs ám. Ennyi. Megenne egy 5-6 darabot biztos. Jó van. Nincs több. Mutad a papád. Nézd ide. Nézzél ide. Ne. Nos, a gombát, csak a gombát egyelőre. Ennyien. Sózzuk. Borsozzuk. Semmi más. Na most sokan mondják, miért nem nyitok éttermet, vagy nyitottam eddig, meg miért nem ott dolgozok, holott megtehetném. Ez igaz, csak hogy azt nem nekem találták ki. Én így szeretek főzni, nyugodtan. Tehát már érzek ilyen sült sonka illatot, gyerekek, úgyhogy ez így jó is van. Itt van a gomba is, lezársz, és ugye rátesszük ide az egészet. Átkeverem az egészet így, ahogy van. Jó. És egyelőre lekapcsolom. Így. Pihentetjük a dolgokat. Eddig jó, igaz? Ugye látjátok, hogy nekem is le van írva a lépésről lépésre. Úgyhogy én sem fejből csinálom. Én ezt most tanulom. Én ezt most csinálom először életemben. Ezt az egészet. Még ezt nem csináltam soha. Ezt a fajta tölteléket. Oké, látjátok? Megvan. Ide teszek egy olyan 10 dekányi. Ez rendes ilyen főzővaj. Ezt mutatom, salted, tehát sósvaj. Enyhén sós. Jól összevágom. Jó. Egy olyan 10-15 másodperc, nem több, 10-15 másodpercre beteszem a mikróba. Igen, ez 20 másodperc volt. Ráteszem a 4 darab ugye, a tojás sárgáját. Alright.
És ugyanúgy veszek csak így lassan, nem is kell gyorsabban, szóval szétkeverem. Kíváncsi vagyok, hogy mondjuk hát azt hiába vagyok kíváncsi, hogy utólag be lehet írni, hogy melyik tájegységről való ez a recept. Ki jött eddig rá vajon, hogy vajon honnan származik ez a recept? Ezt ugye úgy gondolom, hogy mit tudom én, Szabolcs, Bakony, vagy Felvidék, ugye Román, Erdély, stb. Újvidék, stb. Ki jött rá eddig? Ez vajon honnan jön? Na most, ugye készen vagyunk a vajjal, és a tojássárgájával készen vagyunk a habbal. A kenyér gyönyörűen beitta a szódavizet, nem kell se hozzátenni, se elvenni belőle semmit. Egy kicsit szétszedjük, csak így kézzel, nem kell pépesé, tudjátok, szokták úgy is csinálni, hogy jó pépesre kinyomkodja, és akkor mi a fene, ilyen nagyon apróra. Hát én is nagyon apróra fogom így most csinálni, szóval látjátok. Sőt, nem kell kinyomkodjam. Nem csinálom szárazra, mert elég száraz lesz ez, én úgy látom így szemre, legalábbis a maga töltelék is eléggé száraz lesz. Tehát marcsingolom, maricskázom, mit tudom én. Ez a lényeg. István barátomnak, akivel személyesen is találkoztam, és vendégségben is voltam nála Baján, üzenem és mutatom, hogy ha veszel kamerát, ugye megbeszéltük, akkor nem muszáj neked, hogy legyen hozzá remote controllod. Ugye? Ez egy elég drága kamera. Na most, ha esetleg neked megfelel egy olcsóbb, akkor azt kell csak megnézni, hogy összekapcsolható ugye a telefonnal. Ha a telefonnal összekapcsolható, akkor az van, akkor nem szükséges, hogy legyen remote-od, ugyanis ehhez van egy app, egy application, ami összekötöd izével, Bluetooth vagy valamilyen formában, ugye Wi-Fi-vel összekötöd a kamerádat, csak az a lényeg, hogy a kamerádban legyen Wi-Fi. Ugye a telefonodban van, összehangolod a kettőt, és nézd ide, most innen fogom lekapcsolni a kamerát, egy pillanatban nézi, de ez a piros megnyomom, néz, és le fog kapcsolni a kamera. Na, most újra megnyomtam, most bekapcsoltam a kamerát. Szóval onnan is tudom kezelni remote nélkül. Tehát neked ez lenne a lényeg, hogy ugye nem kell remote, ez is elég drága nyavaja, aztán mi a fene. Tudod kezelni majd a kamerádat pecázás közben, nem kell, hogy felugráljál, stb., hogy ugye kapcsolgassad. Alright? Most a töltött csirke combok című videónk lassan-lassan a vége felé közeledik, és a befejező stádiumokat fogom most mutatni, kedves Kitti, és kedves mindenki, aki úgy dönt, hogy ezt a gyönyörű, finom, jó kinézetű és nagyon ízletes, én úgy gondolom, hogy nagyon ízletes ételt gondolja, hogy majd el fogja készíteni, mivel hogy van idő, ugye rengetegen karantén, stb., nem is térek ki rá, úgyhogy tessék nekiállni és főzíts kezdi, gyerekek. Esetleg gondolsz valami fűszerezésre, ugye? Na most elsorolom. Van füstölt íz, ugye a sonka és sós. Van füstölt szalonnád, ami ugye sós. Tettünk bele a gombára sót és borsot. Van benne fokhagyma, vöröshagyma, és mi volt még? Már semmi, igaz? Tehát, ha esetleg te úgy szereted, hogy még lerakszál, mit tudom, még köményt, vagy valamit, a receptben nincs benne semmi. Szóval én megpróbálom azt szerint csinálni, jó? Tehát
Most ugye jön az a lépés, hogy rátesszük ezt a... Ú, de jó puha lett. Ezt a tojás sárgájával kikevert vajat, de ezt mindjárt kikaparom jobban. Most ugye teljesen összekeverjük ezzel a kenyéranyaggal. Teljesen. Ők kézzel csinálták, én most nem akarok már belenyúlni ebbe az értelme, de lényeg, hogy ki legyen jó keverve. Ide tettem egy ilyen nagyobb edényt. Valamelyest ugye ez már kihűlt, de még ez meleg. Hú, még nem jó. Hát ennek ki kell hűlnie. Így, és ezt ugye beletesszük ebbe az edénybe. Ja, ú, de jó nehéz ez a edény. Ah, na, ez a vállam is fáj. Jó, egy kicsit szétterítem, és hát gondolom egy 10 percet várok. Hú, hamarabb is megcsinálhattam volna, igaz gyerekek? De nem baj. Sokan kedvelik ezt a közvetlen stílust, amit én itt képviselek, illetve próbálok ugye átküldeni nektek, a nézőimnek, a világ minden pontjáról most már jelentkeztek, hála jó Istennek. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, hogy ahogy én itt vagyok, én tudom azt, hogy ti ezt otthon ugye nézitek, és én úgy érzem, mintha itt lennél mellettem. Én úgy beszélek, mintha most itt állnál. Itt állnál mellettem, mögöttem, és közben figyelnéd, sőt, tanácsokat is adnál nekem. Szóval ezt így gondolom. Ugye észrevettétek, én elég szépen kommunikálok is így a nézőimmel. Nem hagyom magukra őket. Ezt addig fogom csinálni, ameddig képes vagyok rá. Már egyre nehezebb. Már 13 ezeren leszünk lassan. De, és rengeteg e-mailt is kapok. Hát valamikor olyan kurtán sikerülnek a válaszok, elnézést kérek érte. És még egy dologért szeretnék elnézést kérni, a reklámokért. A reklámokat nem én rakom fel. Azt a YouTube csinálja. De kérem türelmeteket hozzá. Nézzétek végig, mert nekem segítetek vele. Ugye? Egy kis anyagi, mert számít az is, hogy végig-e nézed, mikor kapcsolod el, vagy mit tudom én, szóval ők ezt, van egy ilyen algoritmus, vagy mi a rofasz, nem tudom pontosan, és akkor az méri ezeket, meg osszaszorozza, és akkor a végén az nekem kijön, ugye, hát anyagilag, hogy... Mert ezután fizetnek, ugye, ami reklámot ugye ők el tudnak adni, abból kapok én egy kicsit, és akkor megfeleződik a pénz. És ez fontos, ugye nekem is kell bateri, ez az amaz, szóval. Úgyhogy elnézést, hogyha unalmasak a reklámok, meg soká tartanak, hát addig, mit tudom én, bocs egy sört, vagy valami, és hát, de mondom, nem, én nem tudom szabályozni, a régi beállításokkal lehetett szabályozni, most már nem, most átalakítottak, a klasszikból csináltak valami új megoldást, egyszer nem is tudom, hogy csinálja a reklámot, nem tudom. Nekem is bedobáljám a más weboldalakról, van, amikor bedob 5-öt is, meg olyan, hogy 5 percenként, meg ilyeneket. Hát az embert az ideg megöli, de hát mit csináljunk? Oké, volt egy kis pihenő kóstolás. Tökéletes. De jó íze van. Tudjátok, milyen jó, hogy nem sóztam ott meg semmit, de jó, elég sós. De ha ez most ez bele fog menni, akkor felveszi. Jó van. Tudod, mint a már, lehet hülyeséget mondani, de az illata, meg egyéb, az mint a májas hurka szerű illat. Jó, ez így jó. Nincs elsózva, szerencsére. És akkor most jön az a jelenet, amikor ugye most már
összerakjuk az egészet. Összedolgozzuk. És a kedves hölgy az most nyúlt bele kézzel. Én most se fogok. A végén persze majd bele kell nyúljak, amikor a csirkébe töltök, meg amikor majd kialakítom ugye a maradékból is a úgynevezett fasírtot, az egybe. Nem tudom még, hogy sütöm meg. Lehet, hogy egy külön tepsibe majd, egy kis tölteléket külön megsütöm. És ugye látjátok, itt nincs semmi, ugye nyers a tojás, nyers. Jó, ez megvan. Jó, még itt egy kicsit jobban eldolgozunk. Alright, és akkor most jön bele a habocska. A habocska. És ezzel ugye lágyon átkeverve, és kész. Ennyi. Jó néz ki. Tényleg olyan fluffy lett. Kicsit a levegőssé vált. Sose csináltam így még. De ha jó lesz, akkor lehet, hogy ezen túl szánok rá időt, és egyéb húsokba is bele fogom ezt tenni. Ez szerintem töltött mellehúsába, bármibe jó. Ugye dagadóba, stb. Gyerekek, ez így jó, ahogy van. Én úgy látom. Nézd csak oda. Még egy kóstolás innen a széléből. Most jó, nem azok gyározi. Így marad. De jó. Most itt van ez a négy darab gyönyörű csirkecombocska. És ugye felszabadítjuk a bőrt. Igen. Jó. És amennyit csak lehet, ugye rátöltünk. Na most, van egy olyan probléma, ugye ezeknél a csirkéknél, mármint a töltött combnál, hogy amikor sűrűgy a bőr lemegy. Na majd mutatok egy megoldást, jó? Hogy én hogy gondolom, hogy ne menjen le. Legalábbis megkísérlem megoldani a dolgot. Tehát lényeg, hogy jó sok legyen alatta. Egy ilyen combot, ha megeszel, akkor jól laksz. Úgy van. Alright. Szóval így tovább. Most én arra gondoltam, hogy így, mikor visszahúzom ide a bőrt, akkor vagy hústűvel, vagy valamivel ide bele erősítem egy kicsit. Így, csak így ráhúzom ide. Hát meglátjuk, hogy igazam lesz-e. Na, ez eltört. Ja, csak így, ennyi. Oké, okay. Na, itt van még egy. Gondolom, hogy meg fogja tartani, igaz? Ha nem törnének el, nem bánnám. Egy hármat. De jó kemény húsod van az anyád szerint. Ja. Útban nincs, menj már bele, hát nézd, nem megy bele. Na, oké. Nem tudom, mondtam-e, ha nem mondtam, akkor most mondom. Ha mondtam, akkor még egyszer mondom. Ezek a csirkecombok már másfél napja le voltak nekem is sózva. Úgyhogy hűtőben voltak. Több mint 24 órát ugye, átsóztam. Semmi más visszerezés nincs. Legalább lesz valami csirke íze is, igaz? Nem csak fűszer. Jó, ennyi. Ennyi volt a csirmex. Csirkecombok. Hopp, hopp, hopp. Szvére. Epsi, ki...
olajozzuk a tepsit egy kicsit. Oké. Okay. Ide, ezt, ide, igen, jó lesz, ezt pedig így ide behelyezzük. Na most, ez le lesz fóliázva, így ahogy van, 180-200 Celsius fok, 40 perc. Én 30-nál megnézem, de az előírás az, hogy 40 perc, fólia alatt sütöd, ugye? És 180-200 fok. Alright? Tehát a fényes, fólia fényes fele megy mindig a hús irányába. Mozzon a száj. Nincs semmi baj, csak egy dolgot kihagytam majdnem. Két-három deci vizet. De befoltottuk. Jó, és akkor most megy a sütőbe a dolog. Alright? És akkor majd 30 percvel találkozunk, addig én is pihenek. Nos, megtörtént a dolog, 40 perc letelt. Most megpróbálom ezt a maradék tölteléket így, ugye ebbe a formába visszatenni, beletenni, és most visszarakjuk 30 percre. 10 percig és sörrel egy picit meg fogom kenegetni vagy locsolgatni. Alright? Hát tiszteletem, kedves Kitty, remélem, hogy elnyerte a tetszésed ez a, mondjuk rá, hogy mestermű, és ezt így a videóm alapján el fogod tudni, közben itt szeregetem ezeket a... Ugyanok, vannak ilyen, akik így megcsinálják a hajukat ilyenbe. Ilyen tüskésre, az a mohikánok, vagy mohak, vagy a pánat tudja mi az. És akkor még be is festik ilyen színesre. Ugye? Szokták csinálni. Nos, Kitty, most fogjuk akkor a happy birthday, tehát boldog születésnapot kívánunk mind a ketten, kedves édesapád Antal Gábornak, Békés Csabára, a város legjobb. Ez fontos, hogy hozzátegyem, mivel hogy kérted, a legjobb burkolójának. Kérés teljesítve, és most te jössz. Your turn. Te jössz, hogy ezt el fogod készíteni, körülbelül így, és elküldöd majd nekem a képet. Alright? Isten éltessen, Gábor, és hát légy büszke a leányodra. Különösen majd akkor, ha ezt el is fogja neked készíteni. Én úgy gondolom, hogy ez egy születésnapi ebéd, majd ha utólag is, de ígéretét fogja teljesíteni, és akkor megcsinálja neked ezt a finom kaját. Sajnálom, hogy nem tudlak megkínálni belőle. A többieknek pedig hát kívánok nagyon jó egészséget mindenkinek. Rengeteg új feliratkozó érkezett. Hálásan köszönöm. És hát remélem mindenkinek, hogy nem fogok csalódást okozni a jövőben se. Az áprilisi tréfáért elnézést kérek. Így gondoltam, hogy ez jó lesz. Úgyhogy azóta sincs főtakarítva, mert még mindig
mi a fene fújkája. És akkor volt egy újabb kérés, hogy közelről is mutassak dolgokat. Hát itt van. Tessék, ezt majd természetesen leöntöm róla mindjárt, és megtartom, mert az gyerekek, ez a lé, ez ilyen krumplipüréhez, stb. Ez nagyon jó. Ez is itt megsül. Upp, nagyon meleg minden. Köret? Mi lesz a köret? Hát gyerekek, ez a köret, ami itt van, és hát gondoltam egy kis kóser uborka, nagyon finom, vagy pedig sauerkraut, ugye, savanyú káposzta, ezekben a ízséges vírussal teli időkben, ugye, ezek úgy gondolom, hogy nagyon jó védelmet fognak tudni biztosítani a mi számunkra. Alright? Mindenkinek kívánok jó egészséget, kitartást, és vigyázzatok magatokra. A Jóisten veletek van, és velünk, magyarokkal, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan vége lesz ennek a rémálomnak. Sziasztok! Jani bácsi voltam Floridából. Bye-bye! Nos, hát ami lemaradt így a végéről, ugye? Nem tudom, hányan találtátok ki, hogy honnan jön ez a recept. Szerintem nem sokan. Én sem találtam volna ki. Csehországi magyarok, Osztrava. Hogy is készül a magyaros töltött csirkecombos szabány címmel? Gondoljátok, keresétek meg, és nézzétek meg, hogy ők hogy készítették el, és hogy ahogy én elkészítettem, hogy hiteles-e. Jó? Nézzétek meg ők mindent, a legapróbb részletig, és ahogy én készítettem. Jó? Köszönöm szépen. Ennyit akartam még elmondani.